Sziasztok! Ma megint be tudok nektek mutatni egy olyan gépet, amit igazából nem én vásároltam meg, hanem ugye Tamás. Csak ugye Tamás átadta nekem a lehetőséget, hogy megbontsam ezt a dobozt, bemutassam a gépet, ezzel támogatva ugye a csatornámat. Na. Ez a gép a Lidl-be 9900 forintért volt kapható. Helyszitek, nem? És ugye ez a gép pont akkor volt kapható, amikor volt az akus láncfűrész, aztán az akus tűzőgép, az akus porszívó. És ugye itthon is próbáltam úgy előadni a dolgokat, hogy igazából erre a cuccra nem nekem van szükségem, hanem másnak. De nem jött össze. Azt mondták rá, hogy drága. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy drága. Ugye ez a gép az X20V Team gépcsaládhoz tartozik. Igazából kettő gép van a dobozba, van egy akus pumpa, illetve mind a kettő akus pumpa, csak az egyik az ilyen felfújható matracokhoz, csónakhoz, napozóágyhoz, vagy bármi olyan dologhoz való, ahol ugye hirtelen nagyobb mennyiségű levegőt kell ugye bepumpálni a dologba. A másik az pedig egy akus pumpa, ami kerékpárokhoz, motorkerékpárokhoz, esetleg autóhoz lehet alkalmas. Na az, hogy mennyire, na arra majd kíváncsi leszek én is. Na, de ne szakítsunk a hagyományokkal, jöjjön a forgóasztal! Akkor jöjjön a cuccnak a tesztje. Gyakorlatilag ehhez itthon semmi nincs, úgyhogy semmi módon nem tudom kipróbálni azt, hogy mit tud fölfújni. Egyébként fújni fúj, és megpróbálom befogni.
Szóval igen, van az a nyomás, amivel ugye nem bír el, tenyérrel simán be tudom fogni, nem tudom, hogy egy ilyen matrachoz mekkora kapacitás kell. Egyébként a fejekkel elég sok mindent meg lehet oldani, az ilyen vendégágy méretű, nagyjából ezek vannak talán, hát ez is inkább ilyen matrac vendégágy. Ez megint inkább ilyen matrac. Nem tudom, próbálgatni kell, az biztos, hogyha egy ilyennel elmész a strandra, ugye apa előkapja, mindenki más megpusztul ugye a tüdő kapacitását igénybe véve, gyorsan elkezdi fölfújni a matracokat, észreveszi a szomszéd, a második szomszéd, a harmadik szomszéd, garantáltan ingyen lesz aznapra a sör, illetve a virsli vagy a hekk. Saját magamból kiindulva egyébként én még megpróbálnám, hogy ilyen méhészeti célból például ilyen mélefúvatónak, hogy mennyire alkalmas ez a cucc. Hát nem tudom, lehet, hogy majd kipróbálom egyébként, mert valamikor meg kell bontanom a kaptáraimat. Na mindegy, erről ennyit, szóval ennél értelmesebben nem tudom nektek bemutatni. Megy, működik, kicsit hangos, fúj, innen szív, szóval más nagyon nem tudok elmondani. Kicsit vaskos, egyébként 4 amperórás akkumulátort ajánl hozzá a gyártó. Ja, és van egy beépített LED munkalámpánk, hogyha esetleg sötétbe szeretnéd fölfújni azt a napozásra szánt matracot. Nyilván egyébként a sátorban éjszaka jó lehet, ha föl akarod fújni a matracot. Na és akkor jöjjön ez a második cucli. Ehhez el kellett olvasnom a használati utasítást, és mindenki olvassa el egyébként, aki megvásárolta a gépet, hiszen a használati utasítás az kérem leírja, hogy kerékpárgumik, felfújható játékok, sport és trancikkek felfújására készült. Tehát autóról szó sincs, és ugye igazából az autó guminak a felfújatása ezek után ugye rendellenes használatnak minősül, úgyhogy autógumi felfújatására ne használjátok. Egyébként maga a gép elméletileg alkalmas lehetne rá, hiszen maximum 7 bar nyomást tud előállítani, és ugye 2,5 bárnál tovább nem nagyon kell felfújatni egyetlen egy autógumit sem, viszont maga a készülék tényleg ilyen kis picike kis cucc, úgyhogy ami ebbe előállítja a sűrített levegőt, az nyilván hamar tönkre tud menni. Na, nézzük az összeállítást. Ja, az a lényeg, hogy van az elején egy ilyen kis piros szorító csavar, az úgy működik, most leveszem, van benne egy ilyen kis gumigyűrű, ezt a gumigyűrűt préseli össze, és ugye a gumigyűrűnek a belső keresztmetszete fog szűkülni. Ha valamit bele akarunk rakni, például most ezt a fújató valamit, izét, mit tudom én, hogy hívják most, na mindegy, azt így bele kell rakni. Én csavarba raktam bele, valaki lehet beletolja, mindegy. Meg van húzva ez a csavar, anya ugye a gumi fogja megfogni nekünk ezt a cuclit. Aztán a gépet be lehet kapcsolni, ugye ezzel a főső kis kapcsoló gombbal, és hogyha ezzel a főső kis kapcsolóval nyomjuk be, akkor először is ugye megjelenik a nyomásbeállítás. Beállíthatjuk azt a nyomás értéket, ahol ugye a készülék automatikusan ki fog kapcsolni. Ez jelen esetben 2 bar. Tehát, hogyha valamit elkezdek fújatni, hogyha eléri a 2 bart, akkor ez a készülék az automatikusan kikapcsol. Na most tudni kell arról, hogy ez a visszajelző, ez nem hitelesített. Úgyhogy ez egy ilyen körülbelüli dolog. Nem tudom, hogy mennyire körülbelüli, azt megint tesztelni kellene, azt megint nem tudom tesztelni, hiszen a sűrített levegős kompresszorhoz, ami van fújató pisztoly, annak a mérő óráját tudnám ugye használni teszteléshez. Aztán ugye most megjelent nekem a 0-0, ami azt jelenti, hogy a készülék nincs a nyomás alatt. Kétféle működtetés van. A leírás is megemlít kétféle működtetést, én a leírásból annyira nem jöttem rá, viszont a gyakorlati tapasztalat az, amikor egy picit nyomod be a készüléknek a gombját, akkor tudsz vele fújatni úgy, hogyha elengeded a gombot, akkor ugye abba is hagyja. Aztán van egy olyan, amikor erősen megnyomod, akkor automatikusan akkor áll le a készülék, amikor eléri ugye a beállított nyomás értéket. Na, hát ennyit kell tudni erről a kis kütyűről.
Ugye van egy jó kis beépített LED munkalámpánk. És akkor kezdjünk el valamiféle tesztelést. De dagadt vagyok, lapul alattam a kerék. Na, találtam egy ilyen motor belsőt. És ugye egy ilyen kis bugyuta tesztnek megcsináljuk ezt a felfújatást. Megnézzük, hogy egy ilyen motor belsővel mégis hogy bír el. És azt a két bar nyomást azt visszavesszük. Méghozzá először egy olyan 0,5-re. Ilyen az, amikor én fújatok, és szerintem elértük azt a nyomást, ami a 0,7 bar. Eléggé repedezett az a belső, és ugye a belsőről tudni kell, hogyha a külső nincs, ami megfogja, akkor ezt nagyon hamar el lehet durrantani. Ereszteni maga a készülék szerintem nem ereszt, hanem inkább a gumin hallom azt, hogy ereszt egy picit. Bizony, innen már ereszt, úgyhogy lehet mégiscsak el tudjuk durrantani. Nem tudom, hogy van-e hozzá kedvem. Nincs. Nem vagyok én ilyen kemény gyerek. Na, ugye látványos tesztnek ez jó volt, egyébként ez használathoz ez még édes kevés. Na most nézzünk egy biciklit. Na, hoztam egy ilyen bitonkszöksi biciklit. Nem tudom már mikor volt elővéve legutoljára. Meghoztam egy ilyen kompresszoros fújatót, amivel meg fogjuk nézni, hogy mennyi a nyomás ebbe a cucliba. Hát, úgy nagyjából ennyi. Na, akkor beállítjuk 0,5-re ezt a gépet. Tehát 0,5 bárra egy ilyen biciklit ennyi idő alatt nyom fel. És ugye most megnézzük, hogy az akus szerint, ami 0,5, azt a kompresszoros is 0,5-nek veszi el. Minimális levegő távozott egyébként, de úgy nagyjából ez 0,5. Ahogy forgatom egyébként mindenhonnan jön a levegő, és ennyi idő alatt az a 0,5 bár az le is ment. Úgyhogy újra, aztán megpróbálom úgy, hogy látszódjon. És akkor hadd szóljon, folyamatos nyomás, automata pumpálás. Na, ő szerintem 0,5. Amíg itt tökölődök, biztos, hogy leereszt valamennyit. Kézzel megpróbálunk rá dolgozni. És nem hagyja. Szóval, hogyha eléri azt a beállított nyomást, akkor utána kézzel sem tudsz rádolgozni. Megnézzük, hogy mennyi egy ilyen bicónak a nyomása. Fejből nem tudom, meg ráadásul ugye mindig az a kérés. Nyomassam annyira, hogy ez ne lapuljon, mikor ráülnek. És ugye szoktam mondani, hogy idővel ez egyre nagyobb nyomást eredményez a gumiba. Tehát 1,5-re állítottam. Bicikli pumpáláshoz ez ilyen ez a cucc. Igazából ennyi a teszt, mert hát ugye még lehetne próbálkozni kerékpárral, mert hát ugye a motor is kerékpár, de hát azért ugye a motorom gumiját csak nem ereztem le. Vagy végig. Na akkor a motorom gumiáról leengedtem a nyomást, ugye kerékpár az kerékpár, az, hogy most nincs a használati utasításban előtte, hogy motor, az minket azért annyira nem zavar, úgyhogy lehet látni, hogy ez bizony le van engedve. 2,2 bárra fogom állítani ugye a parkside-unkat. Nem is legyen 2,3 az a 2,2. És ugye elrontottam, mert közben megnyomtam ugye a kapcsolót. Na mindegy, nézzük meg, hogy a leengedett motorgumit mennyi idő alatt fogja felnyomni.
kompresszorossal csinálok egy ellenőrzést. És úgy nagyjából talán egyébként tényleg ilyen 2-3 környékén lehettem. Hát ez annyit elengedett most már, mint az állat. Ugyanis nagyon merev ez a... Egyébként ez is Parkside, nagyon merev ez a kábel, ami itt nekem van. Illetve nagyon hülye megoldása van ennek a fejnek. Mindegy, beállítom 2-3-ra. Egy ennyit kellett ugye hozzáállítanom. Közben ugye nézegettem egyébként ezt a cuccot, alapvetően melegedést nem tapasztaltam, ugye egy cső az melegedett, de magán a géptesten én melegedést nem tapasztaltam, de körülbelül egy ilyen motor guminak a felfújatása az szerintem legalább egy 10 vagy 15 bicikli gumi felfújatásának felel meg. Úgyhogy gondoljátok, hogy egy ilyen autó guminak a felfújatása az körülbelül hány bicikli belsőnek felel meg. Úgyhogy ettől a falat kis géptől hosszú távon egyébként egyáltalán nem lehet elvárni, hogy autókerekeket is felfújjon. Hát ugye az ár az egy érdekes dolog, mert gyakorlatilag ez egy kézipumpát, illetve a tüdőkapacitást helyettesíti ugye a másik gép. Ez inkább megint egy ilyen kényelmi dolog, amit csak előkapsz, ugye beállított nyomásnál hamar fölnyomatod, és úgy különösebb erőlködés nélkül. Alapvetően nem egy rossz cucc. Ugye én nem vettem meg, annyira nem fáj érte a szívem, hiszen láthattátok, hogy a kompresszoros fújatópisztolyjal gyakorlatilag ugyanezeket a dolgokat meg tudom oldani, és amúgy sem visz magával az ember se biciklizéshez egy ilyet, se motorozáshoz egy ilyet. Még azt mondom, hogy az autóba beraknám, csak ugye az autó felfújatásnál ott nagyon nagy kérdés, ugye a gépnek az élettartama, és mivel hogy a gyártó ugye nem is ajánlja autóguminak a felfújatásához, ezért ugye az nem rendeltetésszerű használatot jelentene. Azt, hogy érdemes megvennie ezt a gépet, azt mindenki döntse el, hogy egy ilyen kényelmi funkciót szeretne magának, avagy nem. Minden esetre, amit a gyártó ígér, azt ez a gép ezt teljesítette, úgyhogy különösebben rosszat én nem tudok róla elmondani. A saját márkás, levegős, fújató pisztolynak a mérőórájával egyébként közel azonos eredményeket produkált. Nem hitelesített, ugye a mérőórája nem egy olyan rossz ez a mérőóra. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mindenképpen nyomjatok lájkot, sok-sok lájkot. Aztán tévé helyett nézzétek az én csatornámat, mert ugye ezt már egy hozzászólóval megbeszéltük. És várjátok a nyarat, a koronának a végét, mulassatok jól, én meg igyekszem nektek többet videózni. Sziasztok!